Ahogyan Dedinszky Csaba kommunikációs koordinátor elmondta, a Hungary Life 17 IPE/HU per 00-00-17 számon nyilvántartott projekt a levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével címmel támogatást nyert pályázat országosan 19 partner intézménnyel, köztük 10 város önkormányzatának együttműködésével valósul meg. A Hungary projekt az 10 magyarországi város, 8 régiót lefedve megvalósuló környezetvédelmi projekt, a levegőminőség javításának az elősegítése a cél. Nem csak kifejezetten a szilárdfa tüzelésnek a hatékonyságát szeretnénk bemutatni, hanem többek között szemléletformálási akció keretein belül a kerékpáros közlekedés, az elektromobilitás, az ökovezetés, illetve a komposztálásnak a hatékonyságát is szeretnénk növelni, illetve információt átadni a lakosság számára. Karcagvárosi önkormányzat, mint együttműködő partner összesen 24 akcióban vesz részt a kitűzött eredmények elérésének érdekében. Külön öröm volt számunkra maga a projekt keretein belül, hogy Karcagváros önkormányzatának egy igen fontos kérdésköre volt a kerékpárutaknak a megújítása, illetve új kerékpárutaknak a létesítése. Ezt külön üdvözölte maga a program. Az elektromobilitás keretein belül pedig látható, hogy több elektromos parkoló is létesült már a városban. A projekt egyik célja, hogy rövid időn belül az Erzsébet-ligetben egy öko bemutatóház fog épülni a projekt keretein belül, ahol szintén egy elektromos parkolót is fogunk kialakítani. Ezek közül a két legjelentősebb akció közül az egyik a lakosság szemléletformálása és tájékoztatása, hogy milyen eszközökkel és technikákkal lehet a levegőminőség javítását elősegíteni. Hat kiemelt fókuszterületet céloz meg a szemléletformálás, az ökovezetés, az elektromobilitás, a kerékpáros közlekedés, a komposztálás, a környezetbarát szilárd fatüzelés és az energiahatékonyság. Utóbbi kettő volt a témája a rendezvénynek, ahol a magyar cserépkályhások, kandallóépítők és gyártók országos ipartestületének titkára Henselmann Imre tartott előadást, hogy egy szilárd fatüzelésű fűtőberendezést hogyan lehet hatékonyan, környezetbarát módon üzemeltetni. Én magam még abba a korosztályba születtem bele, akik ifjúkorokban fával tüzeltek, mármint család, nem én, hanem még a családdal együtt. De utána két generáció kimaradt a fatüzelésből. És hogyha ezt nem mondjuk el, akkor saját magunkat és a másikat mérgezzük. Tehát mindenféleképpen az a jó, hogyha minél többen tudják. Van olyan fotósorozat az interneten, amit több honlap már átvett tőlünk. Mindegyiknek megírtam, hogy nagyon örülök neki, minél több helyen mutogassák, hogy hogy kell fentről begyújtani a tüzet. A fával való fűtés Magyarországon folyamatosan jelen van, nem csak Magyarországon, Európában is. Mondok egy példát, Németországban minden negyedik háztartásban volt fatüzelésű berendezés. Addig... Magyarországon ezzel szemben, ezt is mondjuk el? Mondom, igen, Magyarországon minden harmadikban, addig, amíg ez az energiamizéria nem indult meg kontinensünkön. Az, hogy ezt most szándékosan véletlenül kezdték el, ezzel most nem hiszem, hogy foglalkoznunk kéne, de ez mindenképpen azt jelentette, hogy a biztonság sokkal fontosabb lett az embereknek, mert az egyik dolog az, hogy mi mibe kerül, a másik dolog az, hogy mi az, amikor esetleg nem lesz. Van esélye az országnak, hogy minket kevésbé fog érinteni ezen a télen. A jövő térről nem tudok beszélni. Ezt követően Kovács Zoltán János tűzoltó százados hívta fel a figyelmet a fűtőberendezések biztonságos üzemeltetésére. Az előadás témája és címe az a tüzelőfűtőberendezések biztonságos üzemeltetése, hát amely nyilván magába foglalja azt a tényt, hogy ugye kétfajta tüzelőfűtőberendezést is megkülönböztetünk, elsődlegesen ugye a gázüzemelésű tüzelőfűtőberendezések, valamint a szilárd tüzelőfűtőberendezéseknek az üzemeltetése, és hát az ezzel kapcsolatos biztonságos üzemeltetésről lesz. Nagyon fontos pontosan azért, mert ugye a tüzelőfűtőberendezéshez tartoznak az égés termékelvezetők, leegyszerűsítve a kémények, és ugye ezeknek a kéményeknek az állapotára kell nagyon odafigyelni, nem szabad elhanyagolni. A gázüzeműeknél nyilván ez egyszerűbb eset, viszont a szilárd tüzelésűeknél ott fokozott figyelmet kell fordítani rá. Nem is véletlen az, hogy a
a kéményseprőipari szolgáltató törvény is gyakorlatilag a szilárd tüzelésűeknél az éves tisztítást írja elő, a gázos kéményeknél ez kiterjed 2 évre. A megjelentek számos hasznos információval gazdagodtak a nap folyamán.